Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, nyissuk meg Isten igéjét és olvassuk el közösen Máté írása szerinti evangéliumból a 11. fejezet 2. versétől a 6. verséig. János pedig, amikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül mondanéké: te vagy é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelvén Jézus mondanékik: menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Úgy gondolom, hogy Keresztelő János története az nagyon jól ismert valamennyünk számára. Ugye a történetben ez a János, ez Keresztelő János. Keresztelő János születése már magában egy nagy csoda volt. Idős szülei voltak, ugye Zakariás az édesapa, Erzsébet az édesanya, akik nagyon szerettek volna gyermeket, de nem adott meg nekik, nem született. És buzgón könyörögtek, és egyszer csak kap egy ígéretet az édesapa, hogy egy gyermek fog születni. Egy különleges feladattal lesz egy gyermek, akinek nem csak az lesz a dolga, hogy gyermek legyen, és majd az idős szüleiről gondoskodjon, hanem egészen különleges küldetése legyen. Így olvasunk az ő küldetéséről a Szentírásban, Lukács írása szerinti evangélium azt mondja, hogy a kisgyermek a magasságos prófétájának nevezik majd, mert az Úr előtt jár, hogy elkészítse az ő útjait. Ez a küldetése, a magasságos Isten prófétája lesz ez a gyermek. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten kiválasztotta Jánost, ezt a kisgyermeket, mert Isten szeretete, Isten irgalma körülfogta ott őt, és egy sajátos menetrend szerint, egy sajátos időrend szerint, nem egy fiatal házaspárnak, hanem egy idős házaspárnak későn született gyermeke. Isten elküldte a követét, hogy készítse a messiás útját. Különleges volt ez a feladat, mert nem csupán egy volt a sok proféta közül, Izraelben ekkor is voltak proféták, mert korábban is évszázadokon keresztül a proféták éltek, ott éltek és végezték a küldetésüket, de nem csak egy volt a sok proféta közül, hanem ő egy különleges proféta volt, akinek az volt a dolga, hogy előkészítse az Úr eljövetelét, hogy az emberek felfigyeljenek Messiás eljövetelére. Engedjétek meg, hogy rögtön itt egy pillanatra megálljak, és ránk alkalmazzam ezt a történetet. Miért vagyunk itt? Miért létezik a hetednapi adventista egyház? Miért jó, hogy van hetednapi adventista egyház? Esetleg azért, mert mi jobbak vagyunk, mint mások? Vannak, akik így gondolják, de én nem hiszem, hogy mi jobbak vagyunk, mint mások. Azért, mert Isten jobban szeret bennünket, mint másokat? Vannak, akik így gondolják, de én nem hiszem, hogy Isten bennünket jobban szeretne, mint másokat. Esetleg tudunk valami különlegeset? Hát itt már egy kicsit úgy bizonytalanabbak vagyunk, de el kell mondani azt is, hogy a hetednapi adventista egyház nem tud semmivel többet, mint mások ne tudhatnának, hiszen amit tudunk, minden a Szentírásból van. És mások is hiszik és vallják, csak esetleg nem olyan összetételben, ahogy mi. Tehát nekünk, mi sem tudunk valami különlegeset. De akkor miért van? Miért van szükség erre az egyházra? Hiszen van olyan sok egyház, vannak nagyok és vannak kicsik, vannak helyiek és vannak világszéles egyházak. Miért van szükség a hetednapi adventista egyházra? Meggyőződésem szerint ugyanazért, amiért Keresztelő Jánosnak meg kellett születnie. Az ő korában is voltak proféták, de mégis szükség volt egy profétára, egy különleges profétára. Mert Isten a régi korok reformátorai közül adott egy késői gyermeket. Egy késői gyermeket, hogy különleges feladatot végezzen el, készítse az Úr eljövetelét. Keresztelő János az első eljövetelt, ez a nép pedig a második eljövetelt készíts elő. Egy olyan világban, amikor az erkölcstelenség, az Isten nélküliség, az önzés elhatalmaskodott, és egyre nagyobb méreteket ölt,
egy profétára, egy profétai népre van szükség, hogy felrázza az embereket, hogy készítse az Úr útját, felkészítse a világot a király megváltó eljövetelére. Amikor az egyházunk önmagát értelmezi, akkor érdekes módon minden alkalommal Illés és Keresztelő János a középpontba kerül. Ellen White azt mondja Jézus élete című könyvben, Keresztelő Jánosról, hogy azzal, hogy Krisztus első adventjét készítette elő, azokat jelképezte, akiknek egy népet kell elkészíteniük a mi Urunk második eljövetelére. Ez a hetednapi adventista egyház feladata. Ez az egyház küldetése, Illéshez, Keresztelő Jánoshoz hasonlóan bátran hirdetni és készíteni az adventet. Készíteni és minden nap elmondani, hogy legyetek készen, mert a főnök jön. Lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, de jön, hogy közel van. Keresztelő János bátran hirdette is ezt az evangéliumot. Nagyon bátran, egészen olyan konkrét dolgokat mondott, hogy odaállt a király elé, és néven nevezte a bűnöket, amit a király elkövetett. Programjában nagy dolgokat mondott, Jézusra mutatott, és azt mondta, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbnek lennem, alább szállanom. És egyszer Keresztelő János annyira megalkuvás nélkül hirdette az evangéliumot, hogy, ahogy mondtam, odaállt a király elé is, és nyíltan a szemébe mondta Heródes Antipásnak, hogy az, amit teszel, ahogyan élsz, az helytelen. Abban az időben együtt élt Heródes Antipás egyik testvérének a feleségével, Heródiással. És egyszerűen azt mondta, keményen oda állt elé, és azt mondta, hogy nem veheted feleségül testvéred feleségét. Heródes el is gondolkozott ezen a történet, a bibliai leírás tanúsága szerint elgondolkozott ezen, amit János mondott, de hát ott volt ez a sógornőből lett királyné, és a hiúsága nem hagyta, és addig mesterkedett, amíg börtönbe került Keresztelő János, sőt, történetből tudjuk azt, hogy később még tovább mesterkedett, és elérte azt, hogy kivégeztesse a király Keresztelő Jánost. Ez a történet, amit a Szentírásból felolvastunk, arról az időről szól, amikor ott van Keresztelő János a börtönben. Mit keres ez a próféta börtönben? Mit keres az a próféta börtönben, akinek az a küldetése, hogy álljon ki, és tömegeknek hirdesse a messiás eljövetelét, készítse a messiás útját. Itt még egy kemény támadást a börtönben át kellett élnie Keresztelő Jánosnak. Ugyanis bizonytalanná vált az ő küldetésében. Bizonytalanná vált, hogy vajon Jézus-e a Krisztus? Jézus-e a messiás? Bármilyen hihetetlenül hangzik, de elbizonytalanod itt a börtönben, amikor tétlenségre volt kárhoztatva, elbizonytalanodott. És magához hivatja az ő tanítványait, és egy különleges kérdéssel, kéréssel küldi el Jézushoz. Te vagy-e a messiás? Te vagy az, akit várunk? Vagy még várnunk kell? Vagy valami mást kell még várnunk? Számára nagyon fontos volt ez a kérdés. Biztos, hogy jó feladatot végeztem egész életemben? Vagy esetleg félreértettem valamit? Biztos, hogy ez a dolog, amit nekem kellett végeznem, hogy a te utadat kellett előkészítenem, vagy esetleg valami más feladatom van? Lett volna. Itt a börtönben elgondolkozik küldetésén. Vajon készen van az útkészítés? Vajon befejeződött volna, azért vagyok itt, mert befejeződött ez a munka? Vajon ténylegesen minden megtörtént? Eljött a király, vagy van még feladatom, van még dolgom? Volt-e értelme az életemnek, vagy esetleg az egész életem egy hiába valósággal telt el? Azt tettem, amivel Isten megbízott engem, vagy esetleg félreértelmeztem a küldetésemet és feladatomat? Engedjétek meg, hogy megint megálljak egy pillanatra, és megkérdezzem. Évek óta végezzük ezt a munkát, amit végzünk. Nem tudom, itt mióta van gyülekezet.
93, ez egy aránylag fiatal gyülekezet, és aránylag szép gyülekezet, de zömében betelepülők vannak itt. Környéken hány ezer ember él még? Itt a járásban. 15 ezer ember. Ahogy haladunk és végezzük a munkát, de ha az egész országot nézzük, és egy kicsit nagyobb, és nem csak egy gyülekezetre gondolunk, egy egész országot nézzünk, van közel 10 millió ember. 110 éve végezzük ezt a munkát itt, ebben az országban. És van 6 ezer adventista. 10 millió, 110 év alatt, 10 millió emberből 110 év alatt 6 ezer adventista. Számomra bátorító az, amit Keresztelő Jánosról olvasunk ebben a történetben. Ha végigtekintünk a mi történelmünkön, akkor közöttünk is voltak, akik elfáradtak. Voltak, akik elbizonytalanodtak. Voltak olyanok, akik megállnak és elgondolkoznak, és kérdéseket tesznek fel. Vannak, akik megbotránkoznak. Vannak, akik el is fáradtak fizikailag, vagy testileg, vagy lelkileg, elfáradtak. És Keresztelő Jánostól is ugyanezt látjuk. Ugyanazt látjuk az ő szolgálata alatt, hogy életében elkövetkezik egy pillanat, amikor emberi mi volta erősen megmutatkozott. És az emberi mi volta, ez abban mutatkozott meg, hogy egy elbizonytalanodó kérdést tett fel. Néha mi is elbizonytalanodunk, hogy vajon jól végezzük ezt a munkát, amit végzünk, vagy esetleg másként kellene végezni? Egyáltalán azt tesszük, amire Isten megbízott bennünket, hogy esetleg már elfelejtkeztünk arról, amiről ténylegesen szól a mi küldetésünk, a mi üzenetünk. Keresztelő János is ezt a kérdést tette fel. Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És mit üzen neki Jézus? Azt mondja, hogy mondjátok meg Jánosnak, amit hallotok és láttok, a vakok látnak, a sánták járnak, leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek evangélium hirdettetik. Azt mondja a Keresztelő Jánosnak, hogy János, nézz szét, és nézd meg, lehet, hogy te itt most egyedül vagy a börtönben. Lehet, hogy most úgy érzed, hogy hiába valóság az a munka, amit végeztél, de nézz szét, és lásd meg azt, hogy Isten ereje munkálkodik itt az emberek között. Mert vannak, akiknek az élete megváltozott. Vannak, akiknek az élete megváltozott. Nem mindenkié ugyan, de elindult valami. A Messiás itt járt. A Messiás itt él. És itt a végén egy egészen különleges gondolat hangzik még el. Az utolsó vers, a hatodik vers azt mondja, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Úgy tűnik, mintha ez a vers valahogy nem illene ebbe az egészbe. Mert arról szól, hogy mondjátok meg Jánosnak, amit hallottok, és itt a csodákról beszél, és utána egy furcsa mondattal lezárja, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mi lehet ez a botránkozás? Különleges kifejezést használ a Szentírás itt, a görög nyelv, egy olyan szót, amit nem kell görögül tudni ahhoz, hogy értsük. Ha én görögül fogom mondani ezt a szót, akkor ti fogjátok érteni a jelentését. Magyarul is használjuk ezt, a régi nyelvben használjuk a botránkozásra ezt a szót. Tudjátok, hogy mire gondolok? A skandallum. Itt ez a szó szerepel, hogy skandallum. A skandalon szó szerepel. Azt mondja, boldogok, aki én bennem meg nem skandallum. De nyelvtanilag nyilván így nem helyes, de ez a lényeg. De mi ez a skandallum? Átvitt értelemben botránkozás, de a bibliai nyelvekben, a héber és a görög nyelvben is a elvont fogalmaknak is nagyon sokszor van valami kézzel fogható jelentése. Az egyik klasszikus példa, amit szoktunk mondani, a megtérés, hát ha valami a megtérés, az egy elvont fogalom, a megtérés a héber nyelvben egyszerűen azt jelenti, hogy megfordulni. Megyek egy irányba, és amikor megtérni, az azt jelenti, hogy visszafordulok. Nos, hát a skandalom, mint botránkozásnak is van egy fizikai értelme, ez pedig a csapda nyelve. Mi a köze a csapdához a botránkozásnak? Nos, mindjárt el fogom mondani, hogy miről is van szó itt. Megértsük, hogy mi ez a csapda nyelve. El szeretném mondani, hogy
Sagótarján mellett lakunk, egy kis faluban, Kazáron, és a kisebbik fiam, aki most fog érettségizni, neki volt egy életében egy időszak, amikor nagyon szeretett tyúkokat tartani, dísztyúkokat tartani, ilyen mindenféle ilyen különlegességeket, japán, kokén, sejem, és én nem is tudom, hogy milyen félék voltak, de egész tekintélyes baromfi udvara volt, ilyen 61 néhány különlegességgel. És hát ugye az erdő szélén lakunk, a hegy tetején, közvetlen mögöttünk már csak az erdő van, és hát ilyenkor, ahol tyúkok vannak az erdő szélén, ott nagyon hamar egy állat elkezd garázdálkodni. Ezt az állatot úgy hívják, hogy róka. És bizony ez a róka elkezdte látogatni a tyúkolat, és hiába volt egy 2 méter magas kerítés, neki az semmi volt, egy mozdulattal átugrott, vagy egy lendülettel átugrott, és egyik alkalommal fényes nappal a fiam szeme láttára 3 tyúkot összefogott, és a következő ugrással már kinn is termett a tyúkudvarból. És azt mondtuk, hogy hát ez így nem mehet tovább, mert előbb-utóbb elfogynak a tyúkok, mert a róka ráérzett arra, hogy itt könnyű préda van, akkor addig jár, amíg van tyúk. És szóltunk a vadászoknak, hogy segítsenek, és hoztak egy nagy ketrecet, egy hatalmas nagy ketrec volt, ami a csapda, de ez a csapda nem az a csapda, ami ilyen csúnyán úgy összecsapódik, és akkor szétroncsolja az állatnak a lábát. Ez egy ketrec csapda volt, aminek a oldalait fel lehetett húzni, és a közepébe pedig betettük a csalétket, egy darab húst, és az egy lapos lemezen volt rajta, amire, hogyha rálépett a róka, akkor a nyelve kioldott a csapdának, és hopp, lecsapódott a két vége, az ajtaja a csapdának, és megfogta a rókát. Képzeljétek el, 11 rókát fogott ez a csapda összesen. 11-szer csapódott le, de ez ilyen kb. Egy év alatt fogta ezt a 11 rókát. Hát azóta is láttunk rókát, csak most már nincsenek tyúkok ott az udvarban, mert most már jobbára nem ott vagyunk, nem Kazáron vagyunk. Nos hát, a csapda nyelve ez az a lemez, amire ha rálép a róka, akkor lecsapódik a csapda. Miről szól ez a bibliai ige? Azt mondja, hogy boldog vagy, János, mondja Jézus, ha nem sétálsz bele a neked felállított csapdába. Mert Sátán állít egy csapdát keresztelő Jánosnak. És erről szól ez az egész történet. Erről a csapdáról, arról, hogy ahogyan elbizonytalanodik Sátán sugallatára, elbizonytalanodik keresztelő János, ott a börtönben. Isten embereinek Sátán mindig egy csapdát akar felállítani. Különféle csapdák vannak, de a séma, a sablon az ugyanaz mindegyik csapdának. Ugyanez volt a csapda az Éden kertjében is. Hogy szólt ez a csapda? Csak ugyan, azt mondta Isten. Itt is az elbizonytalanodás, az elbizonytalanítás. Isten mond valamit, és kezdjél el már gondolkozni róla, hogy tényleg úgy van-e, amit Isten mond. Tényleg igaz-e, amit az Isten mond. Isten megbízza keresztelő János, egy csoda az ő születése, hiszen az édesapja megnémul, amikor meghallja az ígéretet, és nem hiszi el, és amikor megszületik a gyermek, maga az, hogy megszületik, egy nagy csoda volt, hiszen már idősek voltak a szülők, és minden azt mutatja, hogy ez egy egészen különleges gyermek, jön a prófétai jövendőlés, és ennek ellenére keresztelő János elbizonytalanodik. Csak ugyan ez a dolgom, csak ugyan te vagy az, vagy mást várjunk. Sátán mindig csapdákat állít. Oda, ahol kijelentő mondat van, vagy felkiáltó mondat, ott egy kérdőjelet görbít oda a Sátán, hogy kérdéseket tegyünk fel, mégpedig olyan kérdést, amitől magunk is elbizonytalanodik. Az az ember, aki azt mondja Jézusra, hogy íme Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, most azt mondja, hogy csak ugyan te vagy az, vagy mást várjunk. Van ilyen. Sok ember tapasztalja meg, hogy azokat a dolgokat, amik meggyőződéssel vall, azok kérdőjelessé válnak az életében. Nagyon sokan tapasztalják meg azt, hogy Sátán eléri célját az, hogy kérdéssé tegyük az, amit Isten kijelentett, és Isten világosan megmondott, és tegyünk fel kérdéseket róla. És ez a célja, csak ugyan.
Biztosak lehetünk a mi helyünkben, biztosak lehetünk a mi küldetésünkben. Jó az, amit végzünk, jók azok a döntések, amiket hoztunk életünkben. Pedig Isten megmondja, és Isten nyilvánvalóan mutatja az utat, és ennek ellenére az ember újból és újból elbizonytalanodik, és kérdéseket tesz fel. Vajon léteznek-e megrendíthetetlen dolgok a mi életünkben? Amit bármilyen életkörülmény is jön, azokat nem hagyjuk, hogy kérdőjelessé legyenek számunkra. Sátán mindig is igyekszik mindent elbizonytalanítani, kérdőjelessé tenni számunkra. Azt szeretné, hogyha ne legyenek ilyen fix és stabil dolgok a mi életünkben. Azt szeretné, hogy mindent cseréljünk le, a mi küldetésünket, és mindent cseréljünk le. Ma egy olyan világban élünk, amikor szeretünk lecserélni dolgokat. Egy idő után elhasználódik a számítógép, nem azért, hogy elromlik, csak egyszerűen már lassú lesz a számítógép. És úgy gondoljuk, hogy akkor veszünk egy újat. Te mobiltelefon, kiadnak egy újabb verziót, akkor lecseréljük egy újabbra. És a társadalom az teljesen természetesnek vesz, hogy mindent lecseréljük. Autó, néhány év után le kell cserélni. Feleség, néhány év után le kell cserélni. És ez lesz természetes az emberek gondolkodásában. Mindent lecserélünk. Küldetésünket lecseréljük. És amiket Isten azt mondott, hogy ezek fixek, és Isten megmondta, és világosan is jeleket adott, azokat lecseréljük. És felcseréljük valami másra. Kérdés, hogy vannak-e rendíthetetlen bizonyosságok, vagy ott vannak a mi életünkben is ezek a nagy kérdőjelek, hogy csak ugyan? Tényleg? Isten küldött? Isten hívott? Isten szólított meg? Isten adta az elhívást a mi életünkben. Keresztelő János itt a börtönben bizonyosságra vágyik. Arra vágyik, hogy újra biztos lehessen az ő küldetésében. Te vagy az, akire vártunk, akire én mindent feltettem, vagy nem te vagy. És mit válaszol Jézus? Menjetek el, jelentsétek Jánosnak, amit hallottok és láttok. Azt mondja Keresztelő János, nézz szét, és vedd észre azt a valóságot, ami körülvesz téged. Ugye ez nem csak a te fejedben született meg, nem csak elmélet ez, hanem erről szól ez az egész világ. Mert igenis van látható bizonyítéka annak, hogy téged elhívott az Isten. Láthatod ezeket a bizonyosságokat. Vannak dolgok, amelyek rendíthetetlenek, és ez is ugyanilyen rendíthetetlen. Azt mondja Keresztelő Jánosnak Jézus, hogy vannak süketek, akik most hallanak. Vannak olyanok, akik eddig érzéketlenek voltak Isten igéjére, és most hallóvá lettek. Vannak vakok, és most látnak. Vannak olyanok, akik eddig nem látták meg a helyeset, és most már látják. Vannak, akik sánták, és most egyenesen járnak, akik másfelé sántikáltak, de most már megtalálták a helyes utat az életükben. Vannak poklosok, azaz vannak olyanok, akik bűnben élnek, de megtisztult az ő életük. És vannak lelkileg halottak, akik feltámadnak, feltámadtak. Lásd, hogy mi minden történik körülötted. Lásd, hogy milyen csodák történnek körülötted. Vedd észre, hogy Istennek vannak rendíthetetlen dolgai. És ugyanez a te küldetésed, a te elhívásod is ilyen rendíthetetlen. Azt mondja Pál apostol a római gyülekezetnek, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Nem lehetnek olyan megrendítő dolgok az életünkben, ami elválasztana bennünket attól, hogy Isten elhívott bennünket. És egy küldetést bízott ránk. És engedjétek meg, hogy a végén még egy utolsó gondolatot mondjak, ami valahogy érdekes módon megvan ebben a történetben. János már nem szabadul ki ebből a börtönből. Elvégezte küldetését, ezt a gyönyörű feladatot, engedelmes volt végig, és emiatt börtönbe zárták, és itt van
és itt tengődik a börtönben, és itt elbizonytalanodik a börtönben, és felvetődik az emberben a kérdés, hogy de vajon miért? Miért kell neki itt a börtönben lenni? Hát nem, mennyivel jobb lenne, hogyha kint lehetne, és szabadon hirdethetné az evangéliumot, szabadon végezhetné azt, amire Isten elhívta őt. Miért kell neki még ott lenni a börtönben? Egy érdekes dolgot tapasztalok néha a gyülekezeteket járva. Idős, nagyon idős testvérek oda jönnek hozzám, és megkérdezik, hogy drága testvérem, úgy érzem, hogy rólam elfelejtkezett a Jóisten. Itt vagyok, nem látok, nem hallok, már nem is tudok járni sem, már nem tudok semmit se. Nagy ritkán rászorulok teljesen a gyermekeim, unokáimnak a jó indulatára, nagy ritkán el tudnak hozni engem egy-egy nagyobb ünnepre, de egyébként miért tart még engem életbe a Jóisten? Ilyen tabu kérdés ez, amit nem nagyon merünk feltenni ezt a kérdést. Esetleg van valami dolgom még? Ilyenkor azt szoktuk mondani néha, hogy hát igen, tudsz még imádkozni, hiszen azt még tudod, és úgy próbáljuk vigasztani, és próbáljuk mondani, de lehet, hogy már nincs mit tennie. Lehet, hogy nem azért van még életben az a testvérnő, mert még tud valamit cselekedni. De van valami még, ami miatt Isten még mindig azt mondja, hogy neked élned kell. Mert Isten nem általad akar cselekedni, hanem benned akar még valamit tenni. Ahogy keresztelő Jánosban még ezt a megerősítést itt a végén meg akarta tenni, hogy ne úgy halljon meg, hogy bizonytalanságban, hanem bizonyosságban tudjon meghalni. Azzal a tudattal, hogy ő azt a feladatot végezte egész életében, amiért elhívta Isten őt. Lehet, hogy a munka, amit végeztünk, az már készen van, csak mi még nem vagyunk készen. És Isten ezért tart bennünket életben. Isten érleli a gyermekeit, hogy éretté váljunk. János sem akarta így kétségek között hagyni, hanem megértette vele, és ezért kellett ott élnie a börtönben. Mert Isten nem csak általunk akar cselekedni, hanem bennünk is akar cselekedni. Nem csak azt akarja, hogy másokat készítsünk fel Jézus Krisztus eljövetelére, hanem mi magunk is közben készüljünk fel. Ahogyan Pál apostol mondja, hogy miközben másnak hirdetem, nehogy valamiképpen én méltatlanná váljak. Mert mi olyan jól tudjuk másoknak mondani, tudunk bizonyságot tenni másnak, csak éppen néha a saját életünk van a legnagyobb kuszaságban és összevisszaságban. És Isten nem csak másoknak akar rajtunk keresztül, hanem bennünket is akar. Bennünket is fel akar készíteni. Ezért mondja Pál apostol a filippi gyülekezetnek, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Isten bennetek is el akarja végezni ezt a munkát, amit általatok végez más emberek számára. Más emberek üdvösségére bennetek is munkálkodni akar. Engedjük, hogy Isten bennünk is és általunk is munkálkodjon. Ilyen volt keresztelő János élete és halála. Isten segítsen minket, hogy erősödjünk meg mi is az elhívásunkban, hogy nem véletlenül vagyunk. Nem véletlenül van ez a nágocsi gyülekezet. Nem éppen azért, mert volt néhány ember, aki úgy gondolta, hogy esetleg itt lenne jó letelepedni, és itt lenne jó intézményeket alapítani. Hanem Istennek egy különleges terve van. Lehet, hogy nem is tudtátok, vagy nem is gondoltátok ilyen tudatosan végig, de egy egészen különleges feladata van. Legyenek rendíthetetlen bizonyosságok a mi életünkben, mégpedig a mi elhívásunk, a mi küldetésünk. Újra és újra erősödjünk meg ebben a küldetésünkben, hogy Isten arra hívott bennünket, hogy másoknak hirdessük, hogy készítsük az Úr útját, Jézus Krisztus eljövetelét. És Isten segítsen abban is bennünket, hogy miközben másokat készítünk, magunkról se felejtkezünk el, hogy mi magunk is készüljünk Isten elé. Készüljünk a Jézussal való találkozásra. Engedjük, hogy ő bennünk is munkálkodjon, és ne csak általunk, az ő kegyelme által. Amen.